Az intézményrendszer gördülékeny átalakításával és a lakossággal való folyamatos kapcsolattartással igyekezett túlendülni a nehéz időszakon Ibrány önkormányzata. Trencsényi Imre polgármester arról számolt be, csökkentett üzemmódban folyamatosan működött a helyi bölcsőde és óvoda. Az általános iskolában gyorsan alkalmazkodtak az online oktatáshoz, a település gimnáziumában pedig az érettségi vizsgák is rendben lezajlottak. A város vezetése számára az elsődleges szempont a lakosság egészségének megóvása volt, ezért rendszeres volt az ellátás védőeszközökből. Odafigyeltünk az idős lakosságra különös tekintettel. Legutóbb a múlt héten minden 65 évet betöltött helyi lakosnak egy komplex vitamin készítményt juttattunk el, hozzájárulva ezzel is, hogy egészségben visszaélik át ezt a nehéz időszakot. A hivataloknál ott az elektronikus ügyintézést helyeztük előtérbe, ugyanúgy a járási hivatalnál, mint nálunk a polgármesteri hivatalnál, de itt is korlátozott üzemmódban azért folyamatosan elérhetőek voltunk ügyeleti telefonon, illetve itt is az ügyiratokat ki lehetett kérni, illetve ügyet lehetett intézni személyesen is. Nálunk a polgármesteri hivatalban is. A vállalkozásokról azt tudom elmondani, hogy csökkentett üzemmódban ugyan, de működnek, ami azt jelenti, hogy sok helyen a nagyobb foglalkoztatóknál egy műszakban működik a termelés, de úgy tűnik, nem akarom elkiabálni, hogy átvészeltük ezt a legnehezebb időszakot is, és talán már be tud indulni a termelés. A foglalkoztatási arány fenntartása érdekében az Ibrágyi önkormányzat élt a magyar kormány ajánlásával, így a közmunkaprogram kibővítésével munkát tudnak adni azoknak az embereknek, akik a kialakult válságban elvesztették állásukat. A polgármester hozzátette, a napokban újra megnyitották a Városligetet, az üdülőterület fejlesztésével pedig az idegenforgalom is fellendülhet a jövőben. Június közepétől szeretnénk a tiszai strandon is beindítani a forgalmat, ami azt jelenti, hogy ide vonatkozó jó hír, hogy Ibrányváros önkormányzata a kisfaludi program keretében nyert támogatást strandfejlesztésre, egy bruttó 36.576 forint értékű támogatást, és ennek a projektnek a keretében a tiszai strandunkat tudjuk fejleszteni egy családbarát mosdó szociális blokk kialakításával, amelyben babamama szoba is, illetve zuhanyzó öltöző mosdó kerül kialakításra, és ezzel is reméljük, hogy hozzá tudunk járulni a lakosság komfortérzetének növeléséhez. Úgyhogy ezt már szeretnénk az idei strand szezonra beüzemelni. Trencsényi Imre hozzátette, a befejezés üteméhez érkezett a szociális bérlakások megépítése, amelyet a tervek szerint június második felében el is foglalhatnak a rászoruló családok. A település sikeresen pályázott továbbá két iparterület fejlesztésére, ezek jelenleg közbeszerzési eljárás alatt vannak, a tervek szerint pedig nyár végére befejeződhetnek a munkálatok.